szent mise keretében áldották meg a koszorúkat, amiket a hagyomány szerint a vízre engednek, azért, hogy így emlékezzenek a hajósokra, akik munkájuk során vesztették el az életüket. Ezt követően a résztvevők együtt vonultak a Holduna partjáig. Tolnán a Duna közelsége miatt évszázadokon keresztül éltek a helyiek hajózásból és az ahhoz kapcsolódó szakmákból, ezért itt már évszázadokkal ezelőtt is rendszeresen tartottak Nepomuki Szent Jánosra emlékező ünnepet. A tolnai hajóácsok, hajóépítőmesterek egész Európában híresek és keresettek voltak. János a hajósok védőszentje 14. századi pap volt, akit a cseh királynő a gyóntatójának választott. A király meg akarta tudni, miről beszélt neki a felesége, János mégsem mondta el a titkot, ezért megkínozták és folyóba dobták. Ez a mai időben bennünket akár a baráti titoktartásra, akár az olyan diszkrét dolgokra, helyzetekre, ami megkívánja ezt. Hát ne egy cserfes nyelvünk legyen. Tolnán idén helyi általános iskolások és gimnazisták is bekapcsolódtak a hagyományőrző programba. A gyerekek már sötétben a Dunaparton nem régen átadott új vízi színpadon mutatták be a régóta gyakorolt táncos előadásukat. Nem sokkal később pedig a halászbárkáról az első koszorúk is a vízre kerültek, ezután pedig virágokat és mécseseket engedtek a Dunára.